17. alkalommal tartja meg a budavári önkormányzat, a Lítea könyvesbolt és könyves szalon együttműködésével ezt a bizonyos Magyar Nyelv és Könyv ünnepe a Budai Várban című rendezvényét. A tavalyi év volt az első, amikor egy nagy vesztesség okán egy személy emlékének szenteltük az egész könyvünnepet. Idén azért gondoltunk Márai Sándorra, mert 30 éve halt meg amerikai otthonában, emigrációban. Egy nagyon érdekes, hányattatott sorsú író, aki azt gondolom, hogy végig élvén szinte az egész 20. századot a magyar irodalom megkerülhetetlen alakja, és hát egyben ikonja. És nagyon fontos számunkra, hogy egy-egy ilyen könyvünnepen mindig bemutatkozhassék valamely olyan nemzet része a Kárpát-medencének, amely kitüntetett szerepet kap a könyvünnepen. Az, hogy szlovákiai magyar közösségre, Kassára esett a választásunk, éppen Márainak köszönhető, de meg kell mondanom, hogy emellett nagyon sok szálon kapcsolódik egymáshoz a magyar és a szlovák kultúra, a műfordítás, nagyon sok olyan élő szál van, amelyre érdemes odafigyelni, és ezekről szeretnénk egy kis bemutatást, egy kis keresztmetszetet ide varázsolni erre a könyvünnepre. Új helyszínnel is bővül a magyar könyvünnep. Az Óvárosháza, most Bölcsvár néven gyönyörű szépen helyreállított épületében, az alapítvány, a Bölcsvár Alapítvány programokat szervez, illetve programokat fogadott be, úgyhogy a kassai bemutatkozások szombati napján nagyon sok program ott lesz a Bölcsvárban, és ennek nagyon örülünk, mert egy nem csak a helyszíni közelség okán, hanem a jó kulturális együttműködés okán is fontosnak tartjuk, hogy az egész budavári kulturális intézményrendszer és kulturális élet az részese legyen ennek a hétvégének. A budavári önkormányzat két önálló kiadványjal is jelentkezik ezen a könyvünnepen. Az egyik ilyen kiadvány már elkészült, kijött a nyomdából. Rabati Magda történész alkotása, mondhatnám azt is, hogy egy posztumusz kötete, Görgei Arturról, a tábornokról jelent meg, egy olyan forrás munka, amelyben eredeti dokumentumokat tett közé. Ezzel is szeretnénk tisztelegni Rabati Magda emléke előtt. A másik könyv Budavári Barangolás címmel egy a könyvünnepre megjelenő önálló kötettel jelentkezik Sajdik Ferenc, aki felkérésünkre megrajzolta és összeszedte azokat a történeteket és azokat a számára fontos budavári helyszíneket, amelyeket szeretne bemutatni egy ilyen tréfás kis barangolás formájában. Abban bízunk, hogy ez a kötet, az új budavári barangolás kötet egy nagy sikere lesz ennek a könyvfesztiválnak, úgyhogy erre is szívesen invitáljuk majd az érdeklődőket. Amikor eldöntöttük, hogy ezt a rendezvényt évről évre meg fogjuk csinálni, vagy meg fogjuk rendezni, akkor nagyon komolyan gondoltuk azt, hogy fel kell ajánlani ezt a lehetőséget olyan kiadóknak, és olyan kiskiadóknak, és olyan könyvalkotó műhelyeknek, akiknek esetleg amúgy évközben nem feltétlenül van lehetőségük magukat mutogatni. Gyakorlatilag ugye lehetővé válik a kiadók részéről az, hogy szemtől szembe találkozzanak az olvasóval. Tehát a kiadók, illetve a kiadók szerzői. És én ezt nagyon fontos dolognak tartom, mert tudom azt, hogy nagyon sokat jelent, hiszen rengeteg könyvemutatót éltem meg a Liteába az elmúlt években, és tudom azt, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy az olvasó találkozhasson a szerzővel, és beszélhessen vele, és kérdezhessen, és egyáltalán így tudják meg az olvasók egy-egy könyvnek a megszületésének a körülményeit. Ez nagyon, nagyon hasznos tud lenni, úgyhogy ezért nem csak a színpadon, hanem a kiadói pavilonoknál is tulajdonképpen nagyon élénk és kedves események zajlanak, és élénk élet folyik, úgyhogy beszélgetések és találkozók. Szóval én azt gondolom, hogy legalábbis
úgy érzem, és ez nem csak elfogultság részemről, persze az is van benne, de hát ez megbocsátható, gondolom, hogy nagyon jó hangulatúak ezek a rendezvények. És az egy külön nagy érdeme a rendezvénynek, hogy mindig van egy nagyon szép vállalható tematikája, és arra van felfűzve nagyon sok program, tehát van egy arculata minden egyes évben ennek a rendezvénynek.